Az Európai Bizottság továbbra is vizsgálja Magyarország legújabb javaslatait az uniós támogatásokról szóló vitában. Az Orbán kormány a héten 10 törvény módosítását ígérte a korrupció elleni küzdelem és az uniós források védelme érdekében. Ezt Brüsszel kérte az úgynevezett jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos eljárásban. Ez a mechanizmus azt jelenti, hogy az EU felfüggesztheti a forrásokat, ha rendszer szintű kockázatot lát. A magyar kormány kabinetminisztere szerint az álláspontok minden fontos kérdésben megegyeznek. A bizottság ezt nem erősítette meg, ugyanakkor a szóvivő kiemelte a problémás területeket. Ebbe beletartozik a hatóságok jogellenes döntéseinek megakadályozásának elmulasztása, illetve az uniós pénzekkel kapcsolatos ügyekben a hatékony nyomozás hiánya és a büntetőeljárás korlátozása. Az Európai Parlament egyik képviselője levélben kérte az Európai Bizottságtól a magyar kormánnyal folytatott levelezést, a dokumentumok kiadását azonban megtagadták. Daniel Freund arra figyelmeztetett, hogy eddig még soha nem váltak valóra a magyar ígéretek a reformokról. Orbán korábban is okos volt abban, hogy elhitesse az emberekkel, hogy hajlandó a reformra, de közben már készül a következő támadásra, vagy a következő nagy rablásra, hogy pénzt lopjon. Ezért a bizottságnak rendkívül óvatosnak kell lennie, nehogy Orbán Viktor kijátsza őket. Az emelkedő energiárak és a deviza zuhanása miatt Magyarországnak hatalmas a költségvetési hiánya. A választások után a kormány megszorító programba kezdett, és hajlandónak mutatkozott mielőbb megegyezni Brüsszellel az uniós források érdekében.